Jó, hallottam itt az előbb, hogy most volt először, hogy jót tett az, hogy eltöltöd az ütődet? Igen, de ha ilyen előfordul velem, ami nagyon ritkán edzésen elő szokott fordulni, utána mindig nagyon fegyelmezetten kiengedem a gőzt, és nagyon fegyelmezetten figyelek tovább az edzésre, vagy a mérkőzésre. Most így történt. A végén, amivel megnyerted azt az ütőt, ki is dobtad a közönséghez, ha jól láttam, akkor volt az öröm. Hát kidobtam 3 ütőmet, egy pár cipőmet, 3 pólómat. Tényleg fantasztikus volt a közönség, úgyhogy mindenemet adtam volna nekik most. Igen, azért egy teniszező életében sokszor nem adatik meg, hogy együtt énekelj a himnuszt is a hazai szurkolókkal. Ez milyen volt? Hát ezért ennyire különleges ez a Davis kupa. Ugye mi teniszezők egész évben egyedül utazunk, illetve a saját kis tábunkkal, és ez az 1-2 hét van az évben, amikor csapattársak lehetünk, a csapat együtt lehet, egymásért játszunk, illetve a hazánkért játszunk, úgyhogy felemelő érzés, pláne, hogy így végződött ez a hétvége. Azok után, hogy 2-1-re vesztésre álltunk. Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy a páros után te mennyire hittetek ebben, hogy ez, hogy most itt arról beszélgethetünk, hogy óriási ünneplés volt? Hittünk benne, különben akkor nem nyertünk volna, bár tudtuk, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ugye Attila 2 vesztes mérkőzéssel a háta mögött ment fel a pályára, és hibátlanul játszott, lehengelően játszott 6-3-6-0-ra. Hát megmondom, hogy ennyire sima győzelmet nem gondoltam, de tudtam, hogy mindent ott fog hagyni a pályán, és mindent meg fog tenni. Én pedig 2-2-nél játszottam. Volt egy kis nyomás rajtam, nagyon fáradt voltam, de a madridi döntő lebegett a szemem előtt. Igen, egy visszagondolva egyébként, amiatt mekkora nyomás volt végig rajtatok, hogy mégis ti voltatok ugye az esélyesebbek, így, hogy a belgák legnagyobb ászai játszott. A mérkőzések előtt azt mondtam, hogy van rajtunk nyomás, és mi vagyunk az esélyesek, így nagyon nehéz lesz nyernünk. De amikor elkezdődtek a mérkőzések, egyáltalán nem éreztem, tényleg csak a következő labda, csak a mérkőzésre koncentráltam. És akkor kicsit Madridról is álmodozol már, hogy ott kivel lenne jó játszani, vagy jöhet bárki? Ennyire még ne szaladjunk előre, élvezzük ki ezt a mesés pillanatot. Gondolom, hogy egy pillanatra sem bántott meg, hogy elvállaltad a szereplést. Hát abszolút nem. Tehát pláne, hogy így végződött, tényleg felemelő volt, és erre biztos, hogy mindig fogok emlékezni. És akkor csütörtökön már folytatás? Csütörtökön kezdődik Indian Wells. És mekkora löketet, dopingot adhat az, ami tényleg itt értiteket ebben a két napban? Hát az átállás miatt nehéz lesz, az időeltolódás miatt is, és a borítás váltás miatt is. Remélem, hogy biztos, hogy fáradtan fogok megérkezni, és nehéz lesz átállni, de remélem, hogy ez egy pozitív töltetet ad a következő versenyekre. És így ettől függetlenül azért ma egy kis ünneplés belefér, vagy nehéz? Szerintem biztos, hogy fogunk ünnepelni. Azért ez olyan siker, amit elértünk, amit nem is tudom, hogy mikor értem magyar tenisz válogatott. Tehát mi teniszezők, ezt mi fel tudjuk fogni, hogy ez óriási dolog, hogy mi ideig eljutottunk magyarok, magyarként.